Köszöntöm nézőinket, Önök Telen a magazinunkat látják. Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. Lecsó fesztivál, főztek a Dunaparton. Mire tudom használni a mesterséges intelligenciát? Előadást tartott Földi István. Tolnai és Mözsi arcok, Zsolnai Beatrix és Rór Máté. Három civil szervezet összefogásának köszönhetően valósult meg a Dunaparton szeptember 21-én egy kellemes hangulatú lecsófesztivál. Akadt májas, rizses, tojásos, virslis, kolbászos, csülkös, így mindenki talált kedvére valót. Közösségi összefogás jegyében zajlott ez az esemény is, ahol az egyik kezdeményező szervezet a Vándorló Szépkorúak baráti köre volt. A mai rendezvényünk az az első Holdulamáti Recsó Fesztivál. Idáig tartottunk a 5 Recsó Fesztivál, de azt a Festés utcában a házunk előtt, és kinőttük. Nagyon sokan vagyunk a mai napon, 130-an vagyunk. Két civil szervezet csatlakozott a ötletünkhöz, a Tolnai Sárkáhajósok, a Kovács Gábor féle társaság és a továbbosok, a tovább szabadidős csoport, a Müller Józsinak a csoportja, a kerékpárosok, és nagyon nagy örömmel fogadták a meghívást, eljöttek, és együtt főzünk, 10 bográsba készítünk lecsót, különböző formátumban, a csirkemájos lecsótól egészen a sülkös lecsó, a füstölt marhanyelves lecsótó, a natur lecsó olyan is lesz, úgyhogy 10 fajta lecsót fogunk készíteni, és bízom benne, hogy nagyon jók lesznek az ételek, és ebéd után majd kezdődik a kulturális program, vers fog lenni, 2 verselünk, a Komáromi János fog egy saját versét mondani, akkor Strikné Erzsékel csoportársunk, ő is egy verset, 2 citerás társaságunk fog lenni, vannak barátaink Kunszent Miklóson, a Gála Formáció, ők is eljöttek, nem csak hogy eljöttek, hogy citerázzak nekünk, szórakoztattam, hanem még egy bográsba ők is lecsót főznek, és jönnek majd a Kunszent Miklósi, a Sótfatkárti citerás barátaink, jönnek 20 fővel, és ők is szórakoztatnak bennünket, akkor lesz majd egy meglepetés vendégünk, Herzinger Anikó nosztalgia dalokat fog előadni, és lesz még egy ilyen késő délutáni zárásra Tóth István, zenész barátunk, gitáros, az fog még bennünket egy kicsit szórakoztatni, ameddig bírjuk a mai napot. Úgy gondoltuk, hogy ne csak a lecsóról szóljon az egész, hanem akkor nagyon sok barátunk, ismerősünk van, akik veterán járműveket gyűjtenek, és akkor felkerestem őket, és akkor nagyon nagy örömmel csatlakoztak, kis traktortól kezdve, vagy 100 éves kerékpárig, minden van, nagyon-nagyon szépek a járművek. Ha elfogy a lecsó, akkor már nyertünk. Hogyha adon kívül, úgy, mint a Bárka Fesztiválon, az egy nagy meglepetés volt nekünk, hogy egyszerre 2 csoportársunk is első-második helyezést. Lehet, hogy elsők leszünk. Lehet, de ha utolsók leszünk, az se baj. A lecsó fogjon el, érezzük jó magunkat, sokat beszélgessünk, nevessünk. Nagyon-nagyon kell az embereknek az ilyen összejövetel, hogy kimozdítsuk a házukból őket, hogy legyünk itt lent, az a csodálatos szabadidőpark, ez azért van, hogy társasággal töltsük be, és itt érezzük jó magunkat, és bízom benne, nagyon szép fog lenni ez a mai nap, és akkor még vannak, itt még jöttek barátaink évek óta, hosszú évek óta, körülbelül 10 éve van egy nagyon jó baráti kapcsolatunk a
jön ki német nemzetiségi önkormányzata, a csoporta, ők is három fővel jelen vannak itt, eljöttek a rendezvényünkre, hogy csak jó lehet. Ennyi sok jó ember eljött, ilyen messzire eljönnek hozzánk ide ünnepelni, hogy együtt legyünk, ez csak jó lehet. Füzes lecsót csinálunk, hát gazdagon, így szokták mondani, amit én szoktam főzni, hogy gazdagon csinálja a gót, meg kolbászszalonna, virsli, kis fokhagyma, hát az ízesítések azok már helyi dolgok. Én rendszeresen főzök, tehát szeretem ezt a konyhai, nem ez a szakmám, de beleszerettem ebbe az egész dologba. Mai nap folyamán mi egy gombás lecsóval készültünk, reszett tarhonyát fogunk még beletenni, és nagyon finom lecsókalbász és szalonna van benne. A közösség építési jegyében érkeztünk a rendezvényre, mint hogy a Tolnai Sárkányhajó Klub Egyesület, hoztuk a sárkányhajónkat, kikapcsolódásra szeretnénk még ráirányítani a figyelmet, és a lehetőséget megadni itt a játékok mellett, hogy a sportolás és megvalósulhasson a rendezvényen. Egyébként nagyon szeretjük a lecsót, úgyhogy a fiúk voltak, akik a lecsót készítették, mi pedig többiek részt vettünk itt a játékokban. A zsűri tagok kiválasztását sem vették félváról. Az egyik bíráló Szőke Anikó volt, a Snitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület Dél-Dunántúli régiójának elnöke. Hát a mai versenyt a Tolnai magasparton bonyolódott le, nagyon nagy örömömre szolgált tolnaiként itt a helyi csapatot zsűrizni, bírálni zsűritársammal együtt. Lecsó készült a mai napon. Ugye hagyományosan ez az augusztusi őszi időszaknak az étele. A lecsók nagyon sokszínűen készültek el, hiszen a lecsónak az a lényeg, a Szent Háromsága, hogy a hagyma, a paradicsom és a paprika legyen meg, a só és valamilyen zsiradék. Ez állati eredetű zsiradék a legfontosabb. Itt is a versenyzők ezt használták. Többnyire sert és mangaliza zsírra készültek az ételek, illetve láttuk azt, hogy használtak kenyérszalonnát is az ételeknek az elkészítéséhez. Többen használtak fűszerpaprikát, illetve tésztával dúsították az ételt, így mint a tarhonya vagy a csipetke. Készültek húsos ételek is, mint például csirke combból készült a lecsó, volt, ahol virslit hagyományosan kolbászfélékkel ízesítették a lecsójukat, illetve, ami meglepetés volt még számomra is, a füstölt marhanyelv, illetve a máj. Aranyosné György és csapata zsebelte be az első helyet. Ők a tavalyi nyertestől megkapták a vándorfakanalat, amit még egy évig őrizhetnek. A győztes étel elég tartalmasan készült el, hiszen ők is fűszerpaprikát használtak, kissé paradicsomos ízvilágot jelentett meg az ételük, használtak hozzá tartalmasabbá téve füstölt kolbászt és füstölt kolbászt és virslit. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét.
Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Ha vasárú, akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektrótákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasárú, akkor Bajai és Fia Vasútvar Tolnán, a Volt Patex területén. Telefon 74 és körzet 443-215. Az egész világot egyre inkább foglalkoztatja, hogy mire és hogyan érdemes használni a mesterséges intelligenciát. Mi is ez a jelenség pontosan, most hol tart a technológia, és vajon kell-e félnünk tőle? Földi István tartott előadást a Művelődési Központban. Emlékszem, voltak olyan esetek, amikor széttörték a takácsok a szövőgépeket, mert ugye föllázadtak ellene. De hát ez mondjuk pár száz évvel ezelőtt történt, de akkor is már az emberek féltették az állásukat. Ez mégsem lett világvége. Azért, ha belegondolunk, most körülbelül az emberek 60%-a olyan munkát végez, ami 50 évvel ezelőtt nem létezett. És ugyanez fog történni. Nem az, hogy eltűnnek a munkák csak, át fognak alakulni. Ez a mesterséges intelligencia még elég putuska, nagyon gyorsan fejlődik, tehát ez sokkal gyorsabb, mint a szövőgépek fejlődtek, de azért itt még nagyon erős korlátok vannak arra, hogy mire képes. Tehát arra, hogy fölébred, öntudatra ébred és majd leigázza a világot, arra lehet mondani sok mindent, de ez még messze van. Ahogy általában használni szoktuk mostanában a mesterséges intelligencia fogalmát, tehát olyan számítógépes megoldások, amik olyan feladatokat oldanak meg, amik eddig lehetetlennek tűntek, vagy nagyon nehezek, tehát képfelismerés, szöveggenerálás, általában olyanok, amit azt mondjuk, hogy a józan ész kell hozzá, hogy megcsináljuk, és nem tudtuk matematikai módszerekkel leírni a feladatot. Mindegy hagyományos programnál ugye meg volt mondva, hogy ha ez történik, akkor történjen az. Itt viszont egyszerűen nem tudjuk, ha azt kell megmondani, hogy ismerjen fel egy arcot a képen, arra vannak különböző módszerek, de a mesterséges intelligencia sokkal hatékonyabban meg lehet oldani, mivel az arc lehet százféle módon állhat, ferdén tartja a fejét, egyenesen tartja a fejét, kicsit árnyékban van, nincs árnyékban, tehát ezer olyan dolog lehet, amit hagyományos programozási módszerekkel reménytelen volt megcsinálni hatékonyan. Viszont ez a, amit most mesterséges intelligenciának hívunk, ami jelenleg szóhasználatban inkább a neurális hálózatokat tartják mesterséges intelligenciának. Ez most nagyon fölpörgött. Az utóbbi 10 évben gyakorlatilag fantasztikus tempóra diktál, de ez az kellett, hogy a számítógépek olyan mértékű fejlődésen essenek át. Bele kell gondolni, az Apollo program, ami 55 éve volt ugye az Apollo program, annak a számítógépe. 95-ben a Cray 1 számítógép, az vagy 3000-szer gyorsabb volt. Az a számítógép a Cray 1-ből, most kéne körülbelül 2000 darab, hogy egy mobiltelefonnal összemérhető legyen a teljesítménye. Tehát iszonyatos tempóba fejlődött, és ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia működjön, nagyon nagy mennyiség adatot kell feldolgozni, nagyon gyorsan. Ehhez viszont kellett először, hogy a számítógépek fejlődjenek. A másik az, hogy a betanításhoz iszonyatos mennyiség adatra volt szükség. Na most honnan szedtünk elő digitális adatokat? Nem tudtunk leültetni embereket, hogy írják le a kérdést, a válaszokat, és majd azt megtanítjuk a számítógépbe. Reménytelen lett volna.
Viszont az interneten képződött olyan őrületes mennyiségi adathalmaz, amit már le lehetett kezdeni használni, tanítatni vele a mesterséges intelligenciát. Tehát gyakorlatilag internet nélkül nem igazán lehetett volna megcsinálni a mesterséges intelligenciát. Most hagyjuk azt, hogy itt viták vannak, jogi viták vannak, hogy most jogosan használták betanításra, nem jogosan használták betanításra, de enélkül nem igazán lett volna esélyünk, hogy olyan mennyiség adatot összeszedjünk, hogy a jelenlegi technológiánkkal betaníthatóvá tesz egy mesterséges intelligenciát. Bármit lehet mindenféle dologra használni, tehát ha belegondol, az első kőtől kezdve azt is lehetett háborúra használni, meg a diófeltörésére is használni, és ez mindig így volt. Ha most azt mondjuk, hogy hú, tiltsuk be, mit fogunk elérni vele a tiltással? Aki betartja a szabályokat, az nem foglalkozik vele, mert be van tiltva. Aki nem tartja be a szabályokat, az foglalkozik vele, és csak neki lesz mesterséges intelligenciát, tehát esélytelenebb helyzetbe kerülnek azok az emberek, akik betartják a szabályokat. Tehát most ezért megy őrült harc a különböző államok között is. Kína is őrült tempomban nyomja a mesterséges intelligencia. Ott ugye személyiségi jogi problémák nincsenek, mert azzal nem foglalkoznak. Amerikában is most azon van a vita, hogy ne korlátozzák. Európa már készültett korlátozott terveket a mesterséges intelligenciára, de nem biztos, hogy jót fog tenni Európának, hogyha nagyon bekorlátozzák a fejlesztést, mert abból csak azt érjük, hogy mi lemaradunk, mindenki más még elhagy minket, és mi csak itt ülünk és nézzük, hogy hová futottak el a többiek a mesterséges intelligenciával. Próbálkozni lehet, de nem sikerült még semmit korlátozni. Gondolj végig! Szesztilalom Amerikában sikerült korlátozni, a legnagyobb szeszfogyasztás abban az időszakban volt, amikor a szesztilalom volt. Tehát lehet harcolni, harcolnak a kábítószer ellen, harcolnak itt, lehet harcolni. Van, ami ellen kell is, mert egyszerűen nem megengedhető, hogy az úgy legyen, de abban reménykedni, hogy majd én kijelentem és korlátozom jogilag, és ezért nem fogják használni, ez... aki a mesterséges intelligenciába nagy áttörést ír át, az olyan előnyben kerül a többiekhez képest, mert olyan iszonyatos fejlődést tud produkálni, hogy ezt senki nem meri kihagyni. Ezért nem fogják a nagy államok, tehát Amerika, Kína, nem fogják letiltani ennek a... Legfeljebb mi az Európai Unió letiltja, és akkor majd mi lemaradunk. Ezt elérhetjük. Zsolnai Beatrix hangszerész és Rohr Máté lókiképző volt a Tolnai és Mözsi Arcok két főszereplője szeptember 23-án. A tartalmas beszélgetések során megtudhattuk, miért ezt az utat választotta a két fiatal. Zsolnai Beatrixot hallhatjuk, amint trombitálni játszik az este nyitó produkcióján. Ő volt az első beszélgető partner, aki hangszerész. Szakmájáról és mindennapjairól pedig nekünk is elárult egy-két részletet. Amikor pályaválasztás előtt álltam, akkor én nagyon erősen pszichológusnak készültem, és végül is úgy hozta a sors, hogy nem arra a pályára mentem, de ennek ellenére felvettek az egyetemre, de találtam egy ilyen lehetőséget, hogy van egy ilyen képzés, hogy hangszerész, és ez így nagyon megpiszkálta a fantáziámat, mert inkább vagyok műszaki beállítottságú, mint bármi más. És így, hát a zene az mindig is az életem része volt, és így nagyon megörültem, hogy van egy olyan lehetőségem, hogy tudok úgy a zene közelében maradni, hogy nem kell mondjuk pedagógus legyek, vagy zenész, hanem a hangszerekkel foglalkozhatok minden nap. Gyakorlatilag azon kívül, hogy fogadjuk a kuncsaftokat, akik jönnek hangszert javítatni, azon kívül egész nap hangszereket javítunk, restaurálunk, szervizelünk, mosunk, ilyenek. Hát ami igazán jó ebben az egészben, hogy nincs két egyforma olyan hangszer, amivel foglalkozni kell, szóval hogy kimeríthetetlen a hiba lehetőségek száma, és mindig van valami új kihívás, amivel meg kell küzdeni. És hát én részfúvósokra szakosodtam, úgyhogy részfúvós hangszereket javítunk, de itt a horpadásoktól elkezdve, a forrasztásokon keresztül, az egyszerű sima belső vízkőtelenítésen keresztül elég sok folyamat jelen van. Ez
mezőgazdasági vállalkozó és lovakat képez ki Rohr Máté. Egy-két mondatban összefoglalta nekünk, hogy pontosan hogy is telnek a hétköznapjai, és milyen kihívásokkal kellett megküzdeni az elmúlt 4-5 évben. Minden ló más, ugyanúgy, mint az emberek. A tulajdonos megvesz egy fiatal lovat, ami nincsen kiképezve, megkeres minket, hogy mit szeretne vele, hogy lovagolni szeretné, kocsiban szeretné hajtani, hobbi szinten, versenyszinten, megbeszéljük, hogy milyen szintig szeretné eljutatni a lovat. Mi azt a gondviselésünk alá vesszük, teljesen az etetéstől elkezdve a trágyázási mindent én és egy jó barátom csináljuk ketten, és igazából általában 2-3 hónapot vesz igénybe egy-egy lónak a kiképzése. Attól függ, hogy a tulaj mit szeretne, milyen szintig szeretné eljutatni, de általában reggeltől estig ezt csináljuk. Igazából én 2009-ben kezdtem el a versenypályafutásomat 14 éves koromban, akkoriban még csak kis tolnamegyei versenyekkel, aztán onnan hál' Istennek sikerült eljussunk világbajnoki szintig. 5 világbajnokságon vettünk részt 2019-ig, 2009-től 2019-ig 5 világbajnokságon vettünk részt. Igazából ez a mindennapi életünket kitölti, és sajnos a Covid időszak keresztbe húzta a versenyzést. Ugye 2 évig nem voltak egyáltalán versenyek, és innen jött az ötlet, hogy mivel a lovakkal továbbra is szeretnénk foglalkozni, akkor bevezettük a lókiképzést az életünkbe, nagyobb hangsúlyt fektettünk rá, így jöttek a megkeresések, és egyre többet tudtunk ezzel foglalkozni, viszont most ez mellett szeretnénk visszatérni aktívan a versenyzésbe is. Önök a Tolnatáj Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!